Tisztelt képviselőtársaim, folytatnánk a mai testületi ülésünket. A zárt ülést lezártuk, és rátérnénk a testület által megszabadott első napi pontra, amely nem más, mint tájékoztató rendőrség munkájáról. És erre a napirendre nagy tisztelettel meghívtuk és köszöntjük Kovács László ezres urat, kapitányságvezetőt, illetve Reszner László rendőrszázados ősparancsnok urat, akinek még így nyilvánosan nem kívántunk kifejezésünket a sikerhez, a jó szándékhoz, ami tekintetünkben, és akkor rátérnénk erre a napirendi pontra. Írásban megküldtük azt az anyagot, amelyet a kapitány úr aláírásával megkaptunk, ezt minden képviselőtársaimnak eljutattuk, és azt szeretném nagy tisztelettel kérni ezres urat, hogy röviden szóban foglalja össze, és amennyiben a képviselő hölgyek és urak tekintetében kérdés merül fel, akkor arra nagy tisztel megkérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Ezt közelebb húznám ezt a... Vagy úgyis jó, ezt elveszem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester úr, és nagy tiszteltel köszöntjük mi is ismételten a képviselőtestületet, jegyzőasszonyt, és igen, ismét eljött a beszámolás időszaka, úgyhogy az éves beszámolónkat a megszokott rendben elküldtük. Azt már minden évben elmondtam, és szerintem most már talán unalmas is, hogy ugye a belügyminisztérium és az országos rendőrfőkapitány által meghatározott struktúrában rendőrkapitánysági beszámolók készülnek, így aztán ez a teljes rendőrkapitánysági munkát és vertikumot tartalmazza. Én erről szeretnék egy gyors összefoglalást adni, főleg azokat a legfontosabb csomópontokat, Amit úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell említeni azért, hogy önök is lássák, hogy milyen munka zajlott a kapitányságon, és az őrös parancsnok úr pedig néhány helyi specifikummal még szeretnék kiegészíteni azt, amit még adott esetben egyébként én is hozzá fogok tenni. A beszámoló anyagában gyakorlatilag, amit igazán nagyon-nagyon fontosnak tartunk, és ami alapján mennünk kell, ugye egyrészt az az általános közrendvédelmi közbiztonsági helyzetnek az értékelése. Továbbra is tart az a program, az az országos rendőrfőkapitányság által biztosított program, amiről már tavaly évben is referáltam önöknek, hogy kormányzati központi forrásból a kollégáimat vissza tudom hívni, dolgozni, szabadidejük terhére itt tudnak közterületen szolgáltat teljesíteni. Ez azért is rendkívül fontos, mert a Szentendrei Rendőrkapitányság pont ugyanúgy, mint az ország összes rendőrkapitánysága folyamatosan, jelenleg két heti struktúrában megerősítő erőket küld a déli határa a migrációs nyomásnak ellenálló biztonsági határzárnak a védelmére, illetve az ott felmerülő feladatoknak a kezelésére. Ez igen komoly létszámot elvon tőlünk, hogyha ugye mivel két heti struktúrában forognak a kollégák, ez gyakorlatilag a teljes havi szolgált vezénylésünket igen intenzíven befolyásolja. Ez a létszám, ez olyan, hogy egyébként önmagában, hogyha ez a kiegészítő túlóra lehetőségünk nem lenne, akkor a közterületi jelenlétünk igencsak csökkenne, sőt, még így is adott esetben nem csak egyenruhás közrendes kollégák azok, akik a határa lemennek és szolgáltat teljesítenek, hanem a bűnügyi állományból, a vizsgálati állományból, az igazgatásrendészet állományából, a közlekedésrendészet állományából is vezénylünk oda embereket, mert a közteti jelenlétünket, a közteti járőrszolgáltunkat nem szeretnénk olyan intenzíven csökkenteni, hogy az eddig elért eredményeink azok adott esetben megromoljanak. A tavalyi év szerencsére nem mutatott semmi olyan képet, hogy a terület általános közbiztonsága romlott volna. A bűncselekményi adatok és a bűncselekményi számok, ahogy ezt már elmondtam önöknek, ez a ügyészségi bírósági, egységes ügyészségi bírósági nyomozási statisztika alapján működik. Ugye ez egy követő statisztika, de mely a minden évben követő statisztika, tehát nagyjából az aktuális képet megfelelő módon mutatja. Ismét azt látjuk a lezárt büntető eljárások alapján, hogy egy csökkenő bűncselekményi szám van a területen. Ez a csökkenő bűncselekményi szám ismét csak annak köszönhető, ami most már egy 3 éves tendencia, hogy a nagyobb közterületi jelenlét hatására kevesebb bűncselekmény történik, a kevesebb bűncselekményben a bűnügyi szolgálat hatékonyabban tud dolgozni, nagyon-nagyon sok előzetes letartóztatottal és őrizetessel dolgozunk, például
a területünk egyik VIP ügyfelét, aki ilyen visszatérő betörőképpen a mai napon tartóztatták le, meg múlt héten tartóztattunk le. Még egyet, meg előtte egy rabot, tehát hogy folyamatosan meglehetősen magas létszáma, 7-8-9 előzetes letartóztatott a dolgozik a rendőrkapitányság. Ez egy oldalról komoly leterheltség, mert azért adminisztratív szinten az előzetes letartóztatottas ügyeket, azokat jobban kell forgatni, nekünk is jobban kell működtetni. De az nagyon fontos egyébként, hogy aránylag hamar rájöttünk, hogy aki le van tartóztatva, az nem tud több bűncselekményt elkövetni. Így aztán ezek a számok ugye egymást is így segítik és erőltetik. Tehát az eredményesebb bűnügyi munka hatására az emberek letartóztatásba kerülnek. Az elmúlt 4-5 év tendenciában elmondhatom, hogy azok, akik 2012-13-ban, 14-ben meglettek fogva több-több ügyben, az előzetes letartóztatásból lehet, hogy már szabadultak, de már a jogerősítéletek is megérkeztek. Úgyhogy meglehetősen sok olyan embert tudtunk kivonni a forgalomból, akik mondjuk a lakosságot leginkább irritáló bűncselekményeket követik el, ezek pedig a lakásbetörések, a családi házbetörések, úgy általában a betörések, amikor az embernek az ingatlanjába behatolnak, amikor ott problémát és gondot okoznak. Úgyhogy folyamatos bűncselekményi szám csökkenés van, és meglehetősen szép adatokról tudunk beszámolni, hogy ez a beszámolóban ez lényegesen részletekben menően is ki van fejtve. Mind a 100 000 lakosra vetített bűncselekményszám csökkenés, mind az abszolút bűncselekményszám csökkenés megjelen nálunk, illetve van az Országos Rendőrfőkapitányság külön monitoringhoz 14 kiemelt bűncselekmény kategóriát, amiben benne vannak a betöréses lopások, amiben benne vannak a rablások, ugye, ami egy nagyon súlyos bűncselekmény. A közlekedés során a sérüléssel járó olyan bűncselekmények, ahol adott esetben a helyszíneket elhagyják az elkövetők, ezeket mind külön számolják, külön mérik, kisebb lépcsőben, kisebb formában vetik össze egymással, és az előző év adatait vizsgálják, illetve hát itt nagyon komoly küszöbszámok vannak kijelölve, amiket a kapitányságoknak el kell érni, mert akkor tekinthető a munkájuk eredményesnek, és szerencsére ezekre a számokra igen szépen rá tudott közelíteni a rendőrkapitányság, nem mindegyik számot sikerült elérni, ez is kétségtelen tény, de általában egyébként a kapitányság teljesítmény jó volt. Nálunk van egy ilyen szervezeti teljesítmény értékelés, amit kifejezetten ezek alapján, a számok alapján egy nagyon durva ilyen kvantitatív mérés, amivel nem sok mindent lehet kozmetikázni, de gyakorlatilag a 2015-ös teljesítmény értékét a rendőrkapitányság 2016-ban is elérte. Ennek én személy szerint azért örülök, mert a 2015-ös eredmény ez egy nagyon szép eredmény volt, és aki mondjuk foglalkozik szervezetfejlesztéssel, az tudja, hogy egyik évről a másikra sokat javulni, az még aránylag megoldható feladat, de egy jó eredményt megtartani hosszú távon, az sokkal nehezebb, és nekünk a tavalyi évben úgy tűnik, hogy ez sikerült. Úgyhogy a bűncselekmény számcsökkenésünk az rendkívül fontos és nagyon számít, és egyébként itt a település vonatkozásában is megjelenik. A beszámoló végén van egy ilyen felsorolás, ami folyamatosan végigköveti egészen 2010-ig visszamenőleg a összes büntető eljárásban regisztrált bűncselekményeket. Ez Tajtótfalu vonatkozásában 2010-ben 109 volt, 2012-ben 162, 2013-ban 140, a tavalyi évben 78 darab volt. És pontosan megnéztem, ebből a 78-ból 10-nél több eset volt most már ebben, ami ittas vezetés bűncselekménye volt. Tehát én ezeket levenném belőle, azért veszem le belőle, nem mint hogyha nem lenne veszélyes az ittas vezetés, hanem azért az például nem olyan, mint egy lopás vagy egy betöréses lopás, mindenféleképpen előre vezeti a dolgokat, tehát egy igen szép szám csökkenéssel tudunk, bűncselekmény szám csökkenéssel tudunk együtt dolgozni. A területnek a bűnügyi helyzetén túl, ami még nagyon-nagyon súlyos és problémás lehet, az a közlekedésbiztonsági helyzet. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon szűkös ennek az oldalnak a közlekedési infrastruktúrája, a 11-es út az egyrésztről áldás, másrésztről átok, áldás, hogy van, de átok, hogy nincsen legalább még két-két sáv mind a két oldalon, mert egyébként azt is elviselné még nyilvánvalóan. Nagyon-nagyon nehéz ezt a helyzetet nekünk kezelni, ugyanis ezen a szűk keresztmetszeten óriási járműforgalom megy végig. Általános mozgásban és hétközben, ugye a csúcsidőszakokban délelőtt délután, és hát a hétvégék azok meg egyszerűen kegyetlenek, tehát ilyen elképzelhetetlen. Természetesen, ahogy haladunk fölfelé a határcsárda után egy picikét, valamelyest talán csökken, mert egy forgalom egy része leakad Pomáznál és elmegy Dobogókő felé mondjuk, egy része leakad a Skanzennél, de azért nagyon sokan végig mennek egészen Visegrádig, és ez nyilvánvalóan sújtja ezt a felvégi területet is. Például most március 15-én a rendezvény biztosítása közepette a Skanzen meghirdetett egy ingyenes nyitvatartási napot.
a Megyeri híd, Budai híd, vagy Pesti hídfőjénél álltak az autók folyamatosan tömött sorba, és mindenki megpróbált eljutni Szentendrére. Egy olyan laza, másfél-két órás mutatvány volt onnan a Megyeri híd, Pesti hídfőjétől elérni a skanzenig. Szentendrén belül szerencsésebb volt, ott egy órán belül át lehetett jutni városon belül, tehát nagyon, és ez kollégám mesélt, aki pont elindult arra, és már, de egyébként nagyon megbánta. Tehát, hogy óriási a forgalom terhelése a területnek, és nagyon sokat küzdünk azért, hogy a baleseti számot csökkentsük. A baleseti szám csökkentés az egy rendkívül fontos kritérium, ugye a halálos balesetek számát is csökkentenünk kellene, illetve a súlyos és könnyű sérüléses balesetek számát is folyamatosan csökkentenünk kellene. Azt azért tudjuk, hogyha ugyanazon a csövön ugyanannyi vizet akarunk átengedni, akkor ott minden lehetőséget kihasználunk. Ahhoz, hogy ebbe valamilyen szinten el tudjunk mozdulni, mindenféleképpen azokat a közigazgatási eljárásokat kellett forszíroznunk, ahol az embereket rákényszerítettük arra, hogy bekössék a biztonsági öveiket. Ezek az eljárások óriási számban indultak meg nálunk a tavalyi évben. Ez az ügycsoporthoz tartozik, ez a biztonsági öves téma, tartozik hozzá még néhány egyéb is, de a biztonsági öv az nálunk nagyon-nagyon előtérbe került. Olyan szinten került előtérbe, hogy nálunk sokkal nagyobb rendőrkapitányságok ebben az ügycsoportban ilyen 200-300-400 ügyet iktatnak nálunk, tavaly ez majdnem 1500 volt. Viszont ennek az 1500 eljárásnak, ami nyilván kellemetlen, és mindenkit, akit ez sújtott, attól így utólag is elnézést kérek, de az érdekükben tettük. Ennek az volt az eredménye, hogy a súlyos sérüléses balesetek számát tudtuk csökkenteni 8%-kal, és ez a 8%-os csökkenés egyébként megjelent részben, mert belecsúszott a könnyű sérüléses baleset kategóriába, viszont a könnyű sérüléses baleset kategóriából meg átcsúsztunk az anyagi károsokba. Tehát azt mutatja, hogy a bekötött biztonsági öv ennyit számít. Aki meghalt volna, súlyosan sérül, aki súlyosan sérült volna, könnyen, aki meg csak könnyen sérült volna meg egy balesetbe, az egy anyagi káros biztosítási káreseménynek lesz az elszenvedője. Autót ki lehet kalapálni, ember gyógyítani sokkal nehezebb. Én ezt nagyon-nagyon fontos és nagyon komoly eredménynek tartom. Az első negyed évben, hogyha nagyon babonás lennék, ballal le is kopognám, még jobbak vagyunk, mint ahogy tavaly voltunk az első negyed évben, de nálunk mindenképpen a nyár a kritikus, a nyári időszak, a fesztivál időszak, illetve a nagy látogató időszak, de bízunk benne, hogy a tavalyi eredményeket meg tudjuk őrizni. Pest megyében nem nagyon volt olyan terület, ahol ilyen masszívan és ilyen komoly számban sikerült volna csökkenteni a súlyos sérüléses balesetek számát, úgyhogy ennek nagyon örülünk, nagyon nagy eredménynek tartjuk. Nyilvánvalóan fenn fogjuk tartani ezt az intézkedési sorozatot. A területünkön az illegális migrációval kapcsolatos problémák intenzíven nem jelennek meg, inkább a határ támogatás az, ami nálunk megvan. A közterületi állomány ugyanolyan intenzitással jelen van, ugyanúgy megjelenik. Ugyanúgy ebből a biztosított túlóra keretből a kollégáim itt vannak, és megpróbálunk megfelelni az önkormányzatok igényeinek. Ami kicsi gondot és problémát okoz az, hogy a technikánk egy része ilyenkor a határon van lent, tehát nehezebb azt megszervezni, hogy a teljes állományt tudjuk mobilizálni, de talán ebben is vannak pozitív hírek. A rendezvénybiztosítások kapcsán el tudom mondani, hogy a tavalyi évben nem volt olyan gyülekezési törvény hatája alá tartozó rendezvény, ami bármilyen szinten komolyabb skandallum lett volna, akár valami országos hírt hozott volna magával. Én szerintem ez mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos. Én úgy gondolom, mindenkivel sikerül megtalálni a hangot, és teljesen mindegy, hogy ez most egy politikai rendezvény, vagy egyébként gyülekezési törvény alatt tartozó rendezvény. Mindenkivel, minden szervezővel megtaláltuk azt a közös hangot, hogy nyugodt, valóban véleménynyilvánításnak megfelelő rendezvények történjenek meg a területünkön. Hát a nagy rendezvényeket meg mindenki ismeri, beleértve ugye a híres Tajtót falu Eper Fesztivált is. Ezek a rendezvények tisztességben és békességben végigmentek. Ugye most elég sok változás is volt egyébként a rendezvények struktúrájában, a rendezvények biztosításában, az önkormányzatok is változtattak egy picikét, másabb rendszerben, másabb módszerben működtek, de nagyon-nagyon jól sikerült, reméljük, hogy a következő évünk is ugyanígy fog működni. Körzeti megbízottaink létszáma teljes. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ők azok, akik elsődlegesen elérhetőek a település lakosságának. A tevékenységjelenítési központunk ugyanúgy továbbra is működik. Nyilvánvalóan bárkinek bármi problémája van, ugyanúgy a 112-n keresztül várjuk a segélyhívásokat, a segítségkérő hívásokat, és erre tudnak a kollégáink referálni. Az igazgatásrendészeti területünk ugyanúgy továbbra is működik, ugye ennek egy része a szabálysértési eljárások, ami javarészt egyébként a közlekedési helyzethez kapcsolódik, de az is nagyon érdekes, talán ilyen érdekes lehet, hogy 2500
fegyver van nagyjából regisztrálva itt a rendőrkapitányság területén. Természetesen ez nem egy ilyen gerilla hadseregnek a fegyverzete, hanem vadászembereké, akik itt nálunk laknak, és egyébként ennek a csodálatos sportnak, hobbinak, nem is tudom, hogy kell ezt nevezni rendesen, nem merek olyat mondani, ami nem állja meg a helyét, mert én nem vagyok vadász, de hát ennek a szenvedélynek hódolnak, talán ez így minden irányból rendben van. A bűn- és baleseti megelőzési tevékenységünket tavaly évben is nagyon-nagyon komolyan vettük, és idén is komolyan vesszük. Folyamatosan látogatjuk az iskolákat, óvodákat, várjuk őket, látogatást várunk tőlük. A tavaly évben megszerveztük a második őrzők napját Szentendrén. Ugye erről már tavaly is adtam hírt, idén is már most be lehet írni a rendezvény naptárba, hogyha van rá mód, szeptember 22-én a Dunakorzon őrzők napja lesz. Ez az őrzők napi program, ez nagyon nagy és egyre színesebb és egyre szélesebb. Nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden felnőttet és gyermeket, aki szeretné megnézni, hogy hogyan élnek minden nap a tűzoltók, a rendőrök, a katonák. Nagyon látványos bemutatókat szerveztünk, a gyerekek rettenetesen élvezik, de szerintem még a felnőttek is, hogyha az önkormányzatnak van lehetősége adott esetben a helyi intézményeket annyival támogatni, hogy egy busszal átjussanak oda a gyerkőcök, és meg részt tudjanak venni ebbe a nagyjából fél-három-negyed napos programban, annak nagyon-nagyon örülünk. Nagyon komoly létszám volt már a tavalyi évben is. A baleset megelőzésről beszéltünk. Tavalyi évben például sikerült egy kisfilmet is készítenünk, ugye a területünkön volt a karos forgalom irányító verseny, az országos. Ennek apropóján, mivel azt tapasztaltuk, hogy igencsak megijedtek a statisztáink, akik csak úgy közlekedtek a 11-es számú főúton, és utána mindenféle forgalomirányító rendőrrel találkoztak az úton, hogy hát igen, azért vannak hiányosságok, amiket még talán ki lehet satírozni ezen a kis szürke térképen, úgyhogy készítettünk egy filmet, ami hát a legnagyobb megosztóra föl is került karos forgalomirányítása kapcsolatban a Szentende TV támogatásával. Ott a mi kolléganőnk, aki egyébként nagyon elegáns helyezést ért el az országos karos forgalomirányító versenyen, ő az, aki bemutatja ezeket a különböző fogásokat, az irányítási módozatokat, és egy narráció megy hozzá, hogy akkor pontosan mit kell csinálni, nem kell megijedni erről, arról, amarról. Javaslom egyébként mindenkinek, mert nagyon hasznos, és egyébként a kolléganő is nagyon-nagyon szép rajta, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Lakossági fórumokon, rendezvényeken, minden esetben, amikor meghívást kaptunk, részt vettünk, igyekszünk folyamatosan megjelenni minden olyan helyszínen, ahol ránk szükség van és szükség lehet. 18 oktatási intézményben, itt a területünkön 16 körzeti megbízott iskolarendőrként is dolgozik, illetve minikressz verseny, illetve pindur-pandur ki mit tud vetélkedőt is rendeztünk. Ez olyan jól hangzik, de egyébként a gyerekek rettentően lelkesek és nagyon-nagyon jól együttműködnek velünk. Gyakorlatilag a legfontosabb csomópontokat én úgy gondolom, hogy el tudtam mondani. A jövő évben szeretnénk a baleseti számokat szinten tartani, nagyon szeretnénk a közterületi tevékenységet még fokozni. Azért szeretnénk fokozni, mert az intenzív közterületi jelenlét az nagyon jó hatással van a helyi bűncselekmények csökkentésére, ez nagyon-nagyon fontos, illetve a közlekedési fegyelmet is javítja. Nem az a cél, hogy súlyos büntetéseket szórjunk ki. Én igenis megnézem egyébként, hogy a kollégáim milyen intenzíven dolgoznak, de nálam minden intézkedés egy intézkedésnek minősül. Tehát a szemöldök összehúzással végrehajtott mutató új lengetés, amit rendőri szaknyelven figyelmeztetésnek hívunk, és természetesen ezt is adminisztráljuk. Azokban az esetekben, amikor a rendőr ilyen szankciót alkalmaz, és ezt alkalmazza, én azt is pontosan ugyanolyannak értékelem, mint hogyha súlyosabb szankciót alkalmazott volna. Azért alkalmazunk figyelmeztetést, mert úgy gondoljuk, hogy eléri a célját. De hogyha valakinek ezt elmondjuk, és ez tényleg komolyan veszi, akkor tettünk valamit a közlekedésbiztonság vagy a közrend védelme érdekében. Úgyhogy ezt a fajta aktivitást szeretnénk továbbra is fenntartani. A bűnügyi eredményeinket szeretnénk szinten tartani, illetve ezt a csökkentett bűnügyi számot tovább csökkenteni. Kicsit félek, mert nem tudom, hogy hol tud kicsúcsosodni azért minden területek. Tehát a bűnözés az egy ilyen szociológiai jelenség, ezt nem mi kreáljuk magunknak. Tehát valameddig ezt le lehet szorítani, aztán egy idő után megáll, vannak ilyen határértékek, aminél lejjebb már nem nagyon tudjuk szorítani, de bízunk benne, hogy most még azért tudunk húzni ezen a nadrágszíjon. És hát általában szeretnénk a képviselőtestületek, az önkormányzatok elvárásainak megfelelni, és olyan szakmai partnerséget nyújtani, amiben egy területnek a
az élhetőségét közösen tudjuk biztosítani és garantálni. És annyira még szeretném elkérni a szót, hogy a kollégámnak átadjam, ugyanis megkértem őt arra, hogy az elmúlt időszak önkormányzati beruházású közbiztonság fejlesztéséről referáljon a képviselőtestületnek, hogyha egyetért ezt fel a polgármesterről. Köszönjük. Üdvözlök mindenkit én is. Nem találkoztam mindenkivel, nem találkoznék Gázda László, de a 106-os vagyok. Tajti falus rendőrösnek a megbízott főispanosnoka. Én ilyen sokat, meg gyorsan és szépen nem fogok beszélni, mint az ezredes úr. Én is a bűncselekmények alakulásához kapcsolódó dologról, mégpedig a térfigyelő rendszerről szeretnék beszélni egy pár szót. Ugye, amit a Tajtót falu községben ugye 2016. 5. hó 1-től került beüzemelésre. Ugye maga ez a térfigyelő rendszernek a központja, ugye a rendőrösön belüli egy helységben található. A maga térfigyelő rendszerhez több kamera is bekötésre került. Ezek között van például olyan is, amelyik ugye rendszám felismerő rendszerhez is tud kapcsolódni, tudja azonosítani egyes szabálysértőket. Maga a térfigyelő rendszernek és a rendszer által rögzített felvételnek köszönhetően számos esetben került ugye az önkormányzat, mint üzemeltető megkeresésre a hivatalos szervek és elsősorban a rendőrség részéről. Szabálysértések, bűncselekmények elkövetése kapcsán kerestük meg az önkormányzatot rendőrség részéről. Felvételek lefoglalása véget, ugye, amiken megtalálhatóak, rögzítésre kerültek ugye a szabálysértések, illetve a bűncselekmények, illetve azok elkövetői. És ennek kapcsán ugye ez alapját képezte ezen eljárásoknak az eredményes lefolytatására is. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a térfigyelő rendszer ugyan egy költséges, de igen hatékony módja a magának a közbiztonságnak a megteremtésére. Jogkövető magatartásra sarkalja, ugyanis nem csak a közúti közlekedésben résztvevőket, hanem a közterületen tartózkodó személyeket is, hiszen ezen rendszer által rögzített jogsértések miatt ugye alkalmazott szankciók külsőbbiekben ugye elrettenthetik az állampolgárokat a további jogsértések, szabálysértések vagy bűncselekmények elkövetésétől. Ugye ezen térfigyelő rendszer hatékonysága azonban nem feltétlenül a felderített cselekmények számán keresztül mérhető, ugyanis a térfigyelő rendszer alapvetően nem megelőző célokat is szolgál leginkább, mégpedig ugye bűnmegelőző tevékenységet is szolgálhat. Ez a megelőző hatás kétszintűként értékelhető, ugye elsődleges szintjének a térfigyelő rendszernek, ugye a térfigyelő területek közbiztonságában bekövetkezik a javulás, ideértve a közbiztonság, ide a közlekedés biztonságát is. A térfigyelő területeken tartva szinte biztosnak tekinthető szankcióktól, az emberek ugye érthető okokból tartózkodnak ezen jogsértő magatartások elkövetésétől, és ezáltal javul a ezen területnek a közbiztonsága is. A megelőző tevékenység második szintjénként elmondható, hogy a térfigyelt területeken kívül megmutatkozó javulás, mely a kamerák hatására kialakult jogkövetési hajlandóság, olykor tudatos vagy tudatalatti megvalósulása. Ugye, tehát például ugye az ember hozzászokik azt, hogy térfigyelő rendszer van, és már részesen veszi ott esetben más helyen, ahol nincs kamera, hogy ott nincs, és ugyanez a magatartás, jogkötő magatartást folytatja. Ugye összességében ugye a kamerákról és a térfigyelő rendszerekről elmondható, hogy ott, ahol telepítésre kerültek, ugye értve ez volt a Tahitót falu települése, és mind a közbiztonság, mind pedig az állampolgárok biztonságérzete nagy mértékben javult. Úgyhogy én magam, illetve szerintem a rendőrség nevében is remélni tudom csak, hogy a későbbiekben a Tahitót falusi önkormányzat tervei között szerepel majd ezen térfigyelő rendszernek a bővítése, és ennek ezen keresztül ugye az állampolgárok a biztonsági érzetének a javulása, bűncselekmények visszaszorítása. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni nagy tisztelettel képviselőtársamat, hogy van-e kérdésük, kiegészítésük, vagy hát nem kiegészítésük, hanem kérdésük, vagy megjegyzésük a ezres úrnak a beszámolója, illetve a százusnak a beszámolójához. Egy időben kemeljétek a kezeteket. Nekem nincs mikrofonom, úgyhogy a Miklós jön. No, de oda van.
Misi, parancsolj. Köszönöm. Én kapcsolódnék ez a térfigyelő rendszer dologhoz. Engem többen megkerestek, és ugye azt mondják, hogy mennyire hatékony ez a térfigyelő rendszer, mivel hogy nem tudják, hogy történik intézkedés, vagy nem történik intézkedés adott esetben, és amikor azt látják, hogy irritálóan a főtéren olyan helyen parkol egy autó, amit egyébként két kamera is lát. Nyilvánvalóan, amíg nem hangzik el az, hogy ebben a szituációban igenis történik intézkedés, addig ugye azt fogják hinni az emberek, hogy ott a kamera, egyébként ott parkol a illető, ahol nem lenne szabad, aztán lásd, nem történik vele semmi. Tehát nyilvánvalóan tudom, hogy nem lehet rendszám alapján személyre szólóan azt mondani, hogy ekkor-ekkor meg lett büntetve az adott illető, de én azt gondolom, hogy újságban bárhol többször kellene ezt igen felhívásszerűen, és ugye kapcsolódva ahhoz, hogy a térfigyelő rendszer az nem csak a felderítés miatt hatékony, hanem azért, mert ugye elrettentő ereje is van, de elrettentő ereje csak akkor lesz, hogyha azt látják az emberek, hogy valóban működik ez a dolog. Köszönöm. Egyesével vagy különböző? Nem, azt gondolom, hogy ez nagyon komoly szakmai kérdést érint, ami én hasonló kérdéssel értem a kollégákhoz, de hadd ne én adja meg a választ erre. Ezres úr, parancsolj. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban, talán így az elmúlt héten ez elég sokat volt érintve ez a kérdés. Az országos médiában is elsősorban, és mondjuk nem Tahitót falóra koncentrálva, hanem Budapest különböző kerületeire. Ami nagyon fontos, a térfigyelő rendszert jelen pillanatban itt Tahitót falóban is, meg egyébként a terület legnagyobb részén utánkövető módban működik. Tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben valamilyen esemény van, akkor vissza tudjuk keresni a felvételeket, de természetesen lehet arra is mód, illetve van arra is mód, hogy folyamatosan valós idős használata legyen ennek. Ezt az önkormányzat biztosította számunkra, ez biztosított mobileszközt, illetve adott kollégáknak van arra lehetősége, hogy személyi kóddal, KKH adatbázisból valós idejű figyelést hajtsanak végre. Minden esetben, amikor a valós idejű használata van a készüléknek, illetve a térfigyelő rendszernek, amit egyébként maga a térfigyelő rendszer nem jelez ki nyilvánvalóan, akkor van lehetőségünk a rendőri intézkedéseknek a lefolytatására. Itt a kollégám szeret ki azért néhány adatot arra vonatkozóan, hogy ez a rendszer hány olyan járművet jelzett, ami, és itt olyan komoly nagyságrendekről beszélünk, ami belefutott egyébként, hogy mondjuk a műszaki érvényességével voltak problémák, egyéb olyan gondok voltak, tehát sok szabálysértési eljárást tudtunk indítani ezzel kapcsolatban, illetve lefolytatni, illetve nagyon sok rendőri intézkedést, ami kifejezetten a térfigyeleti rendszer támogatásával valósult meg. De nyilvánvalóan nem készültem én most speciál arra, hogy ezt így meg tudjam önnek mondani, de az kétségtelen tény, hogyha önök úgy érzik, hogy fontos egy ilyen típusú visszajelzést adni a település lakosainak, hogy milyen lehetőségeink és milyen aktivitása van ennek a rendszernek, a térfigyeleti rendszert alapvetően az önkormányzat ugye üzemelteti. Azt meg lehet tenni, hiszen az együttműködési megállapodás nekünk arra lehetőséget ad, és ezt akkor, ha a testület kér és polgármester úr is úgy dönt ezzel kapcsolatban, hogy kéri, azt meg tudjuk tenni, hogy ugye a mi önkormányzati együttműködő partnerünkkel kialakítunk egy olyan struktúrát, egy olyan rendszert, amiben valamilyen szinten, negyedévesbe, havi szinten elkezdjük figyelni, hogy melyek voltak azok a konkrét intézkedések, ahol a térfigyeleti rendszer támogatta. Darabra meg tudjuk mondani, nyilvánvalóan személyes adatokra ilyesmire nem tudunk nyilatkozni, de lehet, hogy meg tudjuk mondani, hogy na akkor ebben a hónapban volt 6 ilyen intézkedés, abban a hónapban volt 32, ugye attól függően, hogy milyen a településnek a mozgás, hogy milyen formában vannak. Ilyet én fel tudok ajánlani, hogyha erre igény van, akkor erre ki tudunk alakítani egy együttműködési rendszert, de az biztos, hogy a valós idejű használatok során a rendőri intézkedéseket nagyban támogatja a rendszer. A visszakeresési időszakokban pedig, tehát akkor, amikor mondjuk történt valami esemény, akkor a visszakeresett felvétel is nagyban segíti a mi munkánkat. Ez kétségtelen tény. Szádos úr. Ezzel kapcsolatosan? Igen. A számadatokról beszélünk, akkor utána néztünk, hogy ugye a rendszerjelzési alapján ugye maga a térfigyelő rendszer esetén 181 alkalommal járt el hatóságunk, ugye, hogy lejárt műszaki érvényességgel közlekedtek úgy itt a területen keresztül állampolgárok, akiknek ugye nem rendelkezett a gépen, amik műszaki érvényességgel, vagy éppen eset forgalomból kivonták a járművet.
illetve két alkalommal szintén a Sigma-1 rendszer segítségével a gépjármű tulajdonosának körözése miatt folytatott le a rendőrség intézkedést a gépkocsik vezetőjével szemben. Tehát ugye itt akár ugye a körözött személyek kiszűrés és akik ugye akár a területen megjelennek vagy áthaladnak, az is lehetőséget biztosít, mert ugye a rendszámfelismerő rendszer az nem csak az autót, hanem ugye az ott esetben annak a tulajdonossát, illetőleg hogy körözik-e vagy nem körözik, azt is jelzi, és a kollégák nyilván, hogyha ugye ezt valós időben nézik és használják ezt a rendszert, akkor arra azonnal reagálni tudnak és ki tudják szülni ezen jogsértő személyeket itt a területről is megfelelő helyre közvetíteni. És én még annyival egészíteném ki, hogyha lehetséges, hogy azt azért tudni kell, hogy a különböző szabálysértések és szabályszegéseknek az eljárási módjai változnak. Tehát megvannak, ami a szabálysértési törvény alapján kell leintézkednünk nekünk, hogy a helyszínbírság a szabálysértési feljelentése, a szabálysértési eljárásban zajlódhat le. Vannak olyan típusú szabályszegéseink, amelyek az objektív felelősségi kör alá tartoznak. Ennek megvannak a kritériumai, hogy hogyan lehet egy ilyen típusú felvételt rögzíteni, amit mondjuk technikai eszközzel rögzítenek. Azt leszögezem, hogy jelen pillanatban ez a rendszer, de egyetlen egy rendszer itt nálunk a területen arra nem alkalmas, hogy objektív felelősség hatály alá tartozó, illetve objektív felelősség hatály alá tartozó szabályszegést rögzíthet, csak az objektív felelősség alá tartozó eljárás keretein belül nem lehet lefolytatni. Ennek kellenek különböző garanciáinak, meg kell velősülni, hogy mindenféle ilyen rendeletek, meg mindenek előírják, hogy ez pontosan hogyan állna össze, és milyen lehetőségek vannak rá. Ebben az esetben, ezeknél a szabályszegéseknél is a szabálysértési eljárás, a hajózó típusú eljárást kell lefolytatni. Tehát az, hogy mondjuk valaki elkövet egy akár még objektív kategóriába tartozó szabályszegést, mondjuk kanyarodási szabályokat, vagy alanyit megszeg, önmagában az, hogy a kamera felvétel rajta van, attól még a gépjármű tulajdonosát, aki a gépjármű bejegyzett tulajdonosa, nem lehet megbüntetni, mint mondjuk, hogyha az autópályán csinálna egy gyorshajtást, és mondjuk nagyon-nagyon túlmenne rajta, hanem a hagyományos szabálysértési eljárásnak megfelelően figyelmezt, tájékoztatót kell kiküldeni, meg kell kérdezni, ki vezette a gépjárműt, azt neki meg kell válaszolnia. Tehát így zajlanak le az eljárások. Ez még egy fontos dolog, tehát csak azért, hogy nehogy félreértés legyen belőle. Így erre a formában az objektív felelősségi eljárások lefolytatására ez a kamerarendszer nem alkalmas. Nem azért, mert rossz a kamerarendszer, hanem azért, mert én nem is tudom, hogy meg lehet-e úgy felelni a jogszabályi előírásoknak és a feltételeknek, hogy ez megvalósuljon. Ezeket a jogszabályi feltételeket viszont nyilvánvalóan nem mi diktáljuk. Köszönöm szépen. Kicsikét eszörítem a válaszodat, hogy a megengedett. Tehát gyakorlatilag Magyarország, hogy egyetlen rendszer az, amely az objektív felelősségvonásnak a rendszert működik, ami ez a rendszer, ami ugye direkt egyenságon van, gyakorlatilag a jogszabály ezt a rendszert ismeri el, ott, ahol nincs kérdés, hanem bírság. Tehát minden más az országban, bármely településen, főváros, vidéki városban telepített rendszer, ezt nem teszi lehetővé, nem képességgel fogán, hanem egyfajta jogkeret tekintetében. Tehát ez azt tudja tenni, hogyha rendőr eljárást folytat, vagy helyszínen intézkedik, a sértett, vagy az elkövető ezt interpellálja, akkor a kamera felvétel felhasználható ennek a cselekménynek az igazolására. Tehát, hogyha valaki rossz helyen áll a 15. kerületben, vagy az 5. kerületben, vagy nálunk a Hősök terén, és egy felvétel készül róla, az nem alkalmas felelősségvonási eljárás lefolytatására. Kezdeményezése igen, csak ennek számos olyan kiskapja van, ami a jog lehetővé tesz. Ezért preferáljuk és kértem egyébként a hősparancsok urat, illetve a közül megbízottakat, hogy minél nagyobb időben lehetőség szerint ennek az eszközöknek a bárhol, vagy ez mobil eszköz, bárhol tudják ezt figyelni, és amennyiben úgy látják, mert látják egyébként ezeket a kamerákoknak a felvételeit, akkor pedig a járőrökön keresztül tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Ezeket tudjuk tenni, vagy mi magunk is jelezzük egyébként a kollégák számára, amikor mi is mozgunk a területen, akkor erre az eseményre akkor kiemelten figyelnek. Egyébként Szádus úr nem szólt erről, de azért én hadd mondjam el, hogy hát tucatnyi bűncselekmény felderítésében játszott közre ennek a térfélrendszernek a paraméterek képessége.
Ezeknek a hátterét én nem tudom, mert nem tudhatom, csak a számokat tudom, hogy körülbelül hol és milyen események kapcsán használták föl, illetve foglalták le a mi felvételeinket ugye megfelelő hatósági eljárás kapcsán, tehát ez is több mint tucatnyi különböző bűncselekményhez kötött, ami a tajtótvalai közigazgatási határon belül történt, ami csak kimondottan a térfigyelőrendszernek köszönhető. Beszéltünk egyébként, terveink között van a fejlesztés, nyilvánvalóan ennek vannak anyagi vonzatai, és ugye azt tudjuk, hogy ilyen pillanatban ugye ez nyilvános adat, hogy hol helyeztük el a kamerát, hiszen a törvény ezt szabályozza, ugye és ez közel 60 kamera befogadására alkalmas még a telepített központ, ami Tajtótban rendelkezésünkre áll, és egy igen hatékony és jó minőségű adatszolgáltatást tud biztosítani a hatóság számára, és ezen kívül nyilvánvaló, hogy más hatóságok is, szervezetek is esetenként igénybe veszik ezeket a felvételeket, ami nem rendőrség, hanem más hatóság eljárás kategóriába tartoznak, más szintű biztonságtechnikai követelménynek megfelelően. Miklós, parancsolj! Mindkét dolog elhangzott közben, amit szerettem volna. Az egyik az volt, hogy igen, tervezzük a bővítését. Az elején is már úgy álltunk ehhez a kérdéshez, hogy 2-3 kamerával lépésenként fogjuk bővíteni. Nyilván ezeknek a helyszíneit önökkel egyeztetve, de már látókörben vannak cselekmények kapcsán olyan helyszínek, ahova szerencsés lenne. A másik pedig nagyon fontosnak tartom, ez szintén elhangzott, a kommunikáció. Ez erősíti nyilván a jogkövető magatartást, és erősít minket is, hogy jól döntöttünk, amikor településnek a pénzét erre költöttük, és jól döntünk a továbbiakban is, ha bővítjük ezt a rendszert. Úgyhogy a kommunikáció nagyon fontos lenne. Nyilván a személyadatok nélkül, de a tendenciát mutatja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kívánsz reagálni, parancsnok úr? Azt hiszem, hogy mindent elmondtunk ezzel kapcsolatban is. Köszönöm szépen. Én röviden szeretnék, ha nem is összefoglalni, de néhány dologra. Én magam végigolvastam a beszámolót, és nyilvánvalóan nem csak településünket, hanem a környező települések statisztikáit is tartalmazza a beszámoló, amit azért is fontos, mert azért nyilvánvalóan, hogyha a szomszéd településben javuló tendencia van, akkor várhatóan nálunk is ugyanez érvényesül. És ugye jó azt látni, hogy ugye mégiscsak egy szentély rendőrkapitányság és hatáskörébe tartozó szervezetről beszélünk is, annak a beszámolóját hallgattuk meg. Amit én szeretnék jelezni és megköszönni, szeretném azt megköszönni, a téli időszakban több olyan együttműködést hajtottunk végre, amiről sok esetben én magam sem adtam tárgyal a képviselőtársaimnak, hiszen nagyon sok alkalommal munkaidőn kívül operatív intézkedéseket kellett közösen végrehajtanunk, és hát a körzeti megbízottal gyakorlatilag egy nagyon szoros kapcsolatunk van, és számtalan alkalommal, amikor olyan bejelentés érkezik, vagy most is volt ugye egy eset, amikor ugye ki kellett menni, és egy intézkedést el kellett végezni az orvosok bevonásával, akkor erről is időben és megfelelő tájékoztatást kaptam. Tehát szeretném megköszönni neked is, Gábornak, mert amikor bármi rendkívüli esemény történik, akár baleset kapcsán, akkor mindig értesít, ha még ez késő este is van. Ha úgy látja, indokoltnak látja, akkor engem, ha kell, akkor éjszaka vagy hajnalórákban is értesít, és nyilvánvalóan, hogyha úgy érezzük, hogy nekünk is erre valamilyen szinten reagálni kell, akkor ezt meg tudjuk tenni. Tehát ezt szeretném ezt megköszönni, és szeretném tovább is kérni ősparancsok urat, hogy segítsen abban, hogy a rendezvényeinkkel, ami egyébként eddig rendben volt, továbbra is várjuk a támogatást. Meg fogjuk keresni kapitány urat, illetve meg fogjuk keresni ősparancsok urat a nyári Eper Fesztivál kapcsán. Tekintettel arra, hogy hát ebben az évben a programot ismervén és látván nem biztos, hogy olyan békességben fogunk üdögélni az Eper Fesztivál valamelyik padján. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyobb tömegre számíthatunk. Nyilvánvalóan erre szeretnénk felkészülni, és erre majd valamiféle akciótervet közösen kidolgozni a polgárőrséggel és a mi kollégáinkkal. Tehát én ezzel szeretném zárni, és én azt gondolom, hogy
hogy további jó munkát kívánva, akkor ezt a napirendi pontot, hogyha a képviselőtársainak nincs további kérdés, akkor lezárjuk, és azt le tudtuk zárni, akkor pedig mindenképpen azt szeretném javasolni képviselőtársaimnak, hogy a beszámolót a képviselőtestület fogadja el. Aki el tudja fogadni a beszámolót, az kérem kézfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, megállapodom egyhangulat, köszönjük a munkájukat, és köszönjük a beszámolót, és akkor további együttműködés sikeres helyiknek és reményében további jó munkát kívánok Kezdenes úrnak és Szárdos úrnak egyaránt, és a kollégáiknak. És köszönjük szépen. És hát bízunk benne, hogyha nagyobb is lesz az Eper Fesztivál, de azért békésen fogunk üdögélni. Legyen úgy. Dolgozni. Köszönjük szépen a meghívást, és akkor bármi. És a jegyzőasszonyt keressük a kommunikációs struktúra kidolgozásában? A térfi egyetek, amely rendszer, vagy kollekúrral egyeztessük, veled egyeztessük? Hát szerintem a jegyzőasszony. Rendben. Ő legyen ennek az operatív központja, és akkor ő majd kiosztja a feladatot. Ja. Tisztelt képviselőtársaim, rátérnénk a második napirendi pontra, amely nem más, mint a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletnek a módosítása. Minden képviselőtársamnak megküldtük, ez korábban megtörtént ezzel összefüggésben a szükséges társadalmi egyeztetés. Ennek megfelelően készített elő a jegyzőasszony a rendeletnek a módosítását, és átadám a szót a jegyzőasszonynak. Köszönöm. Igen, nagyon-nagyon sok napirend vár ránk, úgyhogy rövid próbálok lenni. Gyakorlatilag észrevétel nem érkezett a társadalmi egyeztetésre, és a bizottság javaslata, illetve az itt megbeszéltek szerint április 1-től június 15-ig, valamint augusztus 15-től október 31-ig terjedő időszakban lenne hétfőn, pénteki napokon 8 és 18 óra között, illetve szombaton 8 és 12 óra között lehetne égetni. Igen. Nem került bevezetésre, amit a múlt ülésen én kiegészítésre. Bocsánat, igen, a 7 órás induló időpont. Ennyi az észrevétel csupán. Ezt most módosítjuk, jó? Jó, egyébként már természetesen. Valóban ez itt elkerült a figyelmet. Köszönjük. Köszönöm szépen, Miklós. Akkor ezzel kiegészítve, aki támogatni tudja, akkor nem tudom. Kérem, szavazunk. Aki nem tudja, az szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Akkor továbbra is a jegyzőasszony nem maradna a szó, tekintett arra, hogy a Tajtvai Község Önkormányzata szerzeti és működési szabályzatról szóló rendeletét módosítaná. Tiszteltek kérem, a jegyzőasszony terjessze a rendelet módosítását. Köszönöm. Gyakorlatilag ez a szervezeti szabályzatnak egy strukturális változását jelentené, illetve a bizottsági összetételnek és munkának. Jogszabályváltozásból indultunk ki alapvetően, ugyanis a közbeszerzési törvény most már olyan szigorú szabályozást tartalmaz, illetve értékhatárokat, amely gyakorlatilag az önkormányzat beruházásai és fejlesztései során szinte minden esetben közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi kötelezővé, illetve úgy is van egy szerződéses tanácsadónk, úgyhogy a bizottság munkája az nagyon fontos, de át tudjuk ezt struktúrálni, mivel ugye személyi létszámbeli problémák is adódtak a működés során, ezért az elnök úrral, dr. Pávölgyi Tamás képviselő úrral egyeztetve arra jutottunk, hogy talán szerencsésebb lenne ezt a bizottságot megszüntetni, mert a munkát egy egyéb formában is tudnánk a következőkben működtetni. Úgyhogy erre vonatkozik az előterjesztés egyik része, ez lenne a szervezeti és működési szabályzat módosítása. Aztán polgármester úrnak lenne egy javaslata még a továbbiakra nézve. Hát igen, de ezt abban esetben tudjuk megtenni, hogyha az SMS módosítását elfogadjuk, igen. És akkor tudok az SMS módosítások követően egy előterjesztéssel élni. Igen, az anyagban benne volt mind a kettő, csak nem akartam helyetted, ja. Bocsánat. Jó, akkor nem tudom, kérdés van az SMS módosításról. Tudunk szavazni. Aki támadja a módosítást, azt kérem kézfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag. Egy tartózkodással elfogadtuk, és erre épül azon előterjesztésem, amelyet szintén jegyzőasszonnyal egyeztettünk, nyilvánvalóan az egy törvény megfelelve. Egy olyan javaslattal szeretnék kérni, amely épül az SMS-nek a megfogalmazott módosítására és ennek annak az indokolására, és azt szeretném javasolni, hogy a törvény lehetőséget arra, hogy egy tanácsnoki szerepkörben
lássuk ezt el, és ennek megfelelően készítettünk elő egy hatalmi javaslatot, amely arról szólna, hogy dr. Pávé Tamás képső társamat közbeszerzési tanácsnoki tisztel bíznánk meg, és gyakorlatilag az SMS módosításában megfogalmazottak szerint e tekintetben az ő javadalmazása nem változna. Akkor megkérném a jegyzőasszonyt, hogy a hatályi javaslatot legyen a kedves felolvasni. Tahitót falu község önkormányzatának képviselőtestülete dr. Pávögyi Tamás képviselőt önkormányzati tanácsnokká választja, az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban való közreműködéssel tanácsnoki feladatkörben. Tisztelt kérdezem, képviselő, van-e más javaslat? Tudunk szavazni. Aki támogatja, tudja az előterjesztést, azt kérem, szavazzom. Köszönöm szépen. Ellene tartózkodott egy kollega, Pávli Tamás képviselőtársam nem vett részt a szavazáson, ennek megfelelően egyhangulag elfogadta a képviselőtestület az előterjesztést. Nem kívánom tovább ragozni, ezt azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Tehát egy igen intenzív operatív munkát kell végrehajtani, és tekintet arra, hogy egy keresztelésünk van egy közbeszerzési céggel, így gyakorlatilag a önkormányzat, a képviselő úr, illetve maga az ügyvédiroda, ezek fogják a anyukat előterjeszteni a testület elé. Nyilvánvalóan a bírálóbizottság, mint további rendszer, az ugyanúgy él, mert ugye ezt a közbeszerzési törvény ezt továbbra is feltételül szabja. Le tudjuk zárni akkor a napirendi pontot. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk lenne. A helyi állattartásról szóló önkormányi rendeletnek a módosítása. Megkérem jegyzőasszonyt, terjessz el. Köszönöm szépen. Ez a rendelet módosítása rendeletek felülvizsgálata során azért került elő, mert hiszen már az országos jogszabályi környezetnek nem megfelelő Tahitótfalu helyi rendelete. A legfontosabb változás az az, hogy már nem lehet szabályozni sem a kettelésből tartott állatoknak a számát, sem haszonállatok számát helyi szinten. Ezeket országos érvényességű jogszabályok határozzák meg. Ehhez igazodik az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás. Nem részletezném, leírtuk, ha van kérdés, szívesen válaszol. Köszönöm szépen, van-e kérdés képviselőtársainak? Aki a rendelet módosítását támogat, tudja, azt kérem, szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk a rendelet módosítását. A következő napirendi pontunk közterületek filmforgatási célú igénybevételről szóló önkormányzati rendeletnek a módosítása, tehát filmforgatás közterület módosítás. Igen, köszönöm. Szintén ugyanaz az indoklás, hogy országos szintű jogszabályok változásából ered, és szinkronba kellett hozni az itt helyben megállapított díjakat az országos limitösszeggel. Egyébként ez korábban is megfelelő volt, nem haladta meg, de egy másfajta struktúrába, A-tól F-ig terjedő kategóriába kell most már sorolni az új díjtételeket. Szintén le van írva, nem tudom, van-e kérdés. A bevétel ebből minimális, tehát itt nem, ez költségvetés nem érint gyakorlatilag ez a változás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Aki támogatni tudja a módosítást, azt kérem szavazzon. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont tájékoztatja a két ülés között történt fontosabb eseményekről, illetve a határozatoknak a végrehajtásáról. Akkor elsőként megkérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessz elő. Köszönöm szépen. Igazából én megkérdezném, hogy van-e kérdés az irányomban. Köszönöm szépen, készülök a hivatali beszámolóra, majd a következőkben remélem sikerül áprilisban megírnom, mert ugye húsvét lesz, meg sok egyéb teendő van, de ha esetleg nem, akkor májusban kérném szépen még addig a türelmét a tisztelt testületnek. Én most átadnám a szót polgármester úrnak, ha szabad. Köszönöm szépen. Épp annyi idő volt, hogy a gép az előhozta az én mondandómat. Igen, ki is van vetítve, elküldtük nagyon röviden. 15-én Pollák emlékszoba, ugye egy muzeológussal, illetve hát átnézzük a különböző helyiségeket, illetve arra kértük, hogy
egy restaurátorral nézzék meg a polák bútorokat, és erre későbbiek folyamatban kaptunk is konkrét javaslatot. Ugye rendszeressé vált több felvetés okán, hogy minden hónapban a intézmények vezetőivel, a konyha vezetőivel, jegyzőasszonnyal egy egyeztető megbeszélést tartunk. 17-én a egészségház összefüggésében a belső építészt, illetve a tervezőrrel tartottunk megemlékezést. Ugye a Pisztrángos telepről beszéltünk, ugye Csőrgy úr megkeresett minket, Csőrgy István úr. Megtörtént a február 24-én az óvoda két új csoportszobának a műszaki átadása, ez rendben lezajlott, és az elszámolást is egyébként a kincstár irányába továbbítottuk. Ennek e tekintetben tegnap előtt volt egy megbeszélésünk a jegyzőasszonnyal, illetve az óvoda vezetőnővel, illetve a helyettessel, és megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy hogyan, mikor és milyen módon vegyük igénybe a két csoportszobát, és arra megállapításra jutottunk, hogy ennek a két csoportszoba szeptembertől még nem fogja szolgálni a plusz létszámoknak a felvételét, de ez még nem biztos. Ez attól függ, hogy az energetikai programban, ez a KEHOP pályázatban benyújtott pályázatunk, az milyen elbírásban részesül, hiszen amennyiben sikeres a pályázat, ezt befogadják, abban az esetben ugye el kell kezdeni az alsó épületnek a átalakítását, és így nyilvánvalóan a gyerekek nem tartózkodhatnak, és nekik föl kell költözni a két új csoportszobába. Ez napokon belül el fog dőlni, hát reményeink szerint március végéig megszületik a miniszteri döntés, és többet fogunk tekintetben tudni. 27-én ugye Csicsek Beátával Elfalú Boróka bölcsőde vezetőjével tárgyaltunk, és megnéztük annak lehetőségét, hogy amennyiben önerőből nem tudunk kialakítani a törvény által előírt határidőre bölcsődei elhelyezést, akkor hogyan tudunk esetlegesen velük együttműködni. DCT ülés volt, költségvetés elfogadásáról beszéltünk, aláírtuk a szerződést ugye MFM Gép Kft-vel, ugye a Villágpatak okán, ők a munkálatokat 18-án fogják elkezdeni. Ugyanez a napon tárgyaltam a Pázmány, pontosan meg voltam szentelni a Pázmány Anna Máriával, illetve hát tárgyaltam a Kútvölgyi ide orvosnővel is, egészségház, illetve hát a orvosi rendelő tekintetében. Az egészségház kapcsán egy félreértést tisztázom, Magyar Zsombor úr orvos járt nálam, hogy mi az elképzelés a kialakítandó egészségházban. Eddek májusi sportnap kapcsán kerestek föl, ez a testületi anyagban későbbiekben még visszatérünk rá. A Béres Gabriella várjelte Rokob orsolyával, ne szóljon senki, hogy a G az kisbetű, a Gabi, termelői piac üzemeltetésének kérdését tárgyaltuk meg, erről is lesz majd szó az előterjesztésben. Ugye ennek az a lényege, hogy Rokob orsolya, illetve az ő általa vezetett cég, az nem tudja vállalni a termelői piacnak jelen formában történő működtetését. Erre előkészítettünk egy javaslatot, és ebben az évben már úgy adtuk be, hogy gyakorlatilag az önkormányzat önmagában a fenntart és üzemeltető egy személyében. Erre van személyi megoldás, ezt később folyamán ezt fogunk adni tájékoztatást, illetve dönteni, és a hatósági eljárásnak a kérdéseit ennek megfelelően kezdeményeztük. Ugye minden évben meg kell újítani ugye a hatósági engedélyeket. Volt nálunk Petricsko Zoltán, Szentendre alpolgármestere a piris tekerő ügyében. Azt tudjuk, hogy minden évben a piris tekerő, ami most már elég szép hagyományra, szép múltra tekint vissza, ez mindig érintette Tahitótfalu településünket, és itt mindig volt egy állomás,
ahol több órát töltöttek el a kerékpározók, a családok. Ez ugye eddig a Bodor Major területe volt. Tekintettel arra, hogy a Bodor Major üzemeltetésében problémák adottak, így nem szeretnék, hogy a Tajtótfalu kimaradna ebből, és előzetesen, és majd ebben kérem a testületnek a megerősített támogatását, az ifjúsági tábor lenne ennek a helyszíne. Ezt meg is tekintettük, ezt a helyszínt alkalmasnak tartották ennek a lebonyolítására, és azt kérik Tajtótfalu önkormányzatának képviselő testületétől, hogy ezt a helyszínt biztosítsák, a konkrét logisztikai együttműködésnek a kérdéseiről pedig később beszélnénk. Petró Tibor, Havasi Zoltán, Villám utca, Viszmajor, ugye ezt megelőztek, hogy ugye kaptunk egy panasz bejelentést, amit elküldtem képviselő társainak, tekintett arra, hogy ez tartalmaz olyan személyes adatokat, amely most nem kívánok itt nyilvánosülésen elmondani, mindenki láthatta, elolvashatta, ugye panasztörvénynek megfelelően jártunk el, a kéremben foglaltakat azt gyakorlatilag úgy döntöttünk, hogy edzőasszony, hogy nem áll módunkban megvalósítani, és a panasztörvénynek megfelelően szigorúan járok és járunk el. Ennek megfelelően meghallgatásra adtunk lehetőséget, elmondtuk, meghallgattuk a panaszost, tekintett arra, hogy olyan kifejezéseket használtak a panasz beadványban, amely azonnali hatóság intézkedést kellett fogadatosítanom, azaz a katasztrófa védelmet rendkívüli sürgősséggel, ez volt a Pest megye, illetve volt a Váci, kihívtam őket, hogy állapítsák meg, hogy a levélben rögzített minősítés az fennáll, avagy sem. Ők erről készítettek egy jegyzőkönyvet, így gyakorlatilag idézőjelben egy higgadtabb körülmények között tudtuk a munkánkat folytatni. Erről lenne majd egy konkrét tájékoztatásom majd, amikor egy újabb zárt ülésen ezt meg tudjuk beszélni. Személyiségi adatokra való tekintettel ezt most nem tenném meg. Van, látunk megoldást. Ennek tekintetében megvizsgáltuk azt, hogy valóban egyébként, ami hegyugatak általában jellemző, de még 6-7 ilyen hegyutat tudunk felsorolni egyébként a településünkön. Mint ahogy tettük, megnézzük, hogy tekintettel a téridőjáskörre való, tekintettel a fák mozgására milyen Viszmajor pályázatot tudunk beadni, és erre konkrétan már hétfőn a bányakapitányság, illetve a katasztrófa védelem fog tartani egy bejárást, hogy az általunk beadott Viszmajor kezdeményezés az gyakorlatilag szakmai jogalappal bír-e, és amennyiben igen, akkor később döntünk, hogy tudjuk-e vállalni ennek a önerőnek a biztosítását. Az önerő biztosításának több módja van. Van egyfajta költségvetésből történő önerőmódosítás, illetve az OTÉK szerint van arra lehetőség, hogy különböző infrastruktúrás beruházásoknál részben vagy teljes egészében a költségek a lakosságra áthárítatók. Tehát itt majd nyilvánvalóan meg kell vizsgálni, hogy az érintett lakóközösséget hogyan tudjuk ebben megszólítani, és hogyan tudjuk partnerként bevonni ennek a problémának a megoldásában. Volt még, megbeszélünk az EPER fesztivállal kapcsolatban, AHK zöld hulladék kezelésével kapcsolatban kerestek meg minket. Ők felkínálták annak lehetőségét, hogy ők beszállítják, összedik, de olyan irgalmatlan árat fogalmaztak meg, ami szinte lehetetlen a költségvetés tekintetében. De ezt továbbra is vizsgáljuk, illetve kaptunk ma egy olyan levelet, amely nem hivatalos levél, csak egy ilyen e-mailes tájékoztatás, hogy gyakorlatilag a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Holding támogatólag véli azt, hogy a főváros az agglomerációban továbbra is nyújtson szolgáltatást. Ez ellentmond azzal a tájékoztatással, amit az előző alkalommal adtam. Tehát meg kell várnunk, hogy gyakorlatilag mi lesz a konkrét kormány döntés. Úgy tűnik, hogy itt még a konkrét szabályozás az nem került kidolgozásra. Ugye áprilisra ígérték ennek a kormányrendeletnek a megalkotását.
tervegyezés gyakorlatilag el kell mondani, hogy a teljes mértékben elkészült az egészségház azon dokumentációja, ami egyébként tehát hasonló vastagsága, mint amit a jegyző asszony mellett van, ami alkalmas arra, hogy a közbeszerzési eljárást meg tudjuk kezdeni. Még várunk a felső villasornak a vízjogi engedélyére, amit a katasztrófa jön fog kiadni, illetve a közlekedési hatóságnak az engedélyére várunk még, és akkor meg tudjuk kezdeni az eljárást remények szerint hamarosan. Valószínűség szerint majd rendkívüli testületülésen kell erre sort kerítenünk, hogy az idő határokat azt megfelelőképpen tudjuk kezdeni. Horváth Ferenc úr megkeresett a termelőpiac üzemeltetésével összefüggően. Erről is majd szólni kívánok. Ugye a Tiszta Udvar rendesház ugye a díjakat ugye ezen a héten én elvittem is, és hát nagyon jó szívvel fogadták a testületnek a döntését, és a plakettet, illetve az avajáró díjat átadtam, illetve az egyik házaspár, akik díjban részesültek, a Kollinger Szabolcsnak ezt a pénzösszeget, mint támogatást felajánlották, amit a pénzügy ennek megfelelően lebonyolított. Intézményi tanácsülést tartottunk, ugye Matus Klárával itt több dolgot kellett rendeznünk, mert olyan mértékben változtak az alapítókiratok az iskola vonatkozásában, amely mindenképpen az intézményi tanácsnak a jóvágyására szükség volt. Ugye 29-ről beszélünk, ugye ez volt tegnap. Volt nálam a Batári Csaba ugye a sportszeret a TAO pályázattal összefüggésben, erre vonatkozóan is küldtem testületi anyagot, illetve javaslatot, és szintén tegnap ismételten volt a tervezővel az egészségház tervezegyeztetés, nem csak az egészségházzal, hanem a ifjúsági táborral kapcsolatban is, és volt a most meglévő orvosi rendelőink kapcsán is, hiszen avval a beruházással is ezennek az évnek a végén el kell számolni, tehát nyáron mindenképpen el kell kezdenünk. Nagyon nagy kérdés lesz, hogy ezt az orvosokkal hogyan tudjuk egyeztetni. Gyakorlatilag olyan mértékű átalakítás kell eszközölni, amely gyakorlatilag minimum egy hónapig egyetlen egy orvosi rend meglévő most rendelőnek a használatát nem teszi lehetővé, az orvosok egyeztetni kell, hogy a rendelést azt hogyan, milyen helyszínen, milyen feltekkel tudják ellátni. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor gyakorlatilag a pályázattól elnyert összeget nem tudjuk felhasználni. Az épületeknek a struktúrája az olyan jellegű, amely a meglévő fűtési rendszernek az átépítését nem teszi lehetővé, pincéből föl kell hozni a kazánt, más helyre kell elhelyezni. Az épületnek a statikai kivitele, hozzáépítése az nem teszi lehetővé a jelen állapotban történő felújítás megerősítést. 4 szektorban épült meg ez a ház, tehát gyakorlatilag nincsenek homogén egységes rendszerek, ezeket össze kell kötni. Nem lehet oly mértékben terhelni, és a repedések többek között azért is vannak rajta, mert egyfajta hát statikailag nem megalapozott összeépítési rendekről beszélünk. Ezeket helyre kell tenni, hogy ennek a felújításnak hosszú távon legyen haszna és értelme. Hát ezzel majd dolgozni kell, de nyilván az orvosokkal kell megbeszélnem. Egyetlen tekintetben nem látunk nagy problémát a fogorvos tekintetében, mert ott egy 7-es munkánk van abban a rendelőben. A gyermekorvossal meg tudtuk beszélni, ő gyakorlatilag a rendelését a védőnői szolgálatnál fogja eszközölni. Hát a két házi orvosak kell megállapodnunk, hogy abban a közel egy hónapos időszakban hogyan tudjuk a rendeléseket, milyen helyszínen tudjuk megoldani. Ezt orvos szakmai kérdés, nyilvánvalóan e tekintetben az ANTS-szel is egyeztetnünk kell, hiszen az ő jóvágyásuk szükséges ennek a korrekciónak a végrehajtásához, illetve az ő támogató együttműködésünk, hát itt majd meg kell nézni, hogy az orvosi ügyelet épületét, vagy más helyiséget hogyan tudunk e tekintetben
igénybe venni. Röviden ennyit. Kérdés. Akkor magam részéről befejezném, akkor tovább lépnénk a következő napirendi pontra, amely nem más, mint a bizottságot tájékoztatója. Miklósnak volt ülés, akkor részes Miklós, hagy tájékozást a munkátokról. Köszönöm. Március 6-ai ülésünket az értékvédelmi pályázatunk indításával, átbeszélésével kezdtük. Egy sikeres pályázat, ami idén is meghirdetése került. Soha nem volt még ekkora összeg, 4 millió forint a támogatási összeg ebben az évben. Ugye azt tudni kell erről a pályázatról, hogy Tótfalu település rész meghatározott részére, gyakorlatilag az Ófalu meghatározott utcáira vonatkozik. Az itt élők élhetnek ezzel a lehetőséggel, és az utcafronti épületek homlokzati részét, kerítéseket és a kapukat van lehetőségük ezzel a támogatással és a saját erővel megújítani. Homlokzatfelújításra maximálisan 400 000 forint támogatást tudunk biztosítani. Nyertes pályázat esetén a kapuk és kerítések esetében 100 000 forintot. Egyetlen egy fontos pályázati elemre szeretném felhívni a figyelmet, ami eddig is működött, de most a pályázati kiírás is tartalmazza ezt. Ez pedig az, hogy a felújítás csak egy tervező jogosultsággal rendelkező építész szakember felügyeletével és irányításával lehet megtenni. Ennek gyakorlati okai vannak, tehát ebben a tekintetben a főépítészünk tud segítséget nyújtani nyilván megfelelő ajánlásokkal. A pályázat benyújtásának a határideje április 19-e, éljünk a lehetőséggel, szép eredményeket hozott ez a pályázat eddig is. Második napirendben az arculati, településképi arculati kézikönyvnek a megalkotásáról kértünk tájékoztatást főépítész asszonytól. Ugye ez egy sláger téma most a településeken, ugye az egész országban alapvetően mozgatja meg az építetők és az önkormányzat szakembereinek a fantáziáját. Nagyon nagy munkával jár, szerencsés helyzetben vagyunk, mert a mi főépítészünk rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, amelyekkel ezt a munkát elvégezheti. Egy nagyon bonyolult rendszerről van szó. Néhány eleme a tájékoztatásból, ez világosan kiderült, még nem is egészen világos a szakemberek számára sem, folyamatosan finomítják és hozzák meg azokat a jogszabályokat és rendeleteket, amely sorvezető a főépítészek számára ennek a munkának az elvégzéséhez. A lényeg az, hogy október 31-éig elviekben ezt a településképi arculati kézikönyvet, ehhez kapcsolódó rendeleteket és határozatokat, amelyek egymásra épülnek, a településeken meg kell hozni. Óriási munka. Az értékvédelemre vonatkozó részeket a HÉSZ-ből ki kell vezetnünk, ez egy külön rendeletben foglal helyet. Miért is történik ez? Egyébként mindez azért történik, hogy az építetők, a lakosok sokkal jobban megértsék azt a helyi elvárást, ami arra vonatkozik, hogy melyik település részen, melyik övezetben milyen építményeket lehet és vár el az építész szakma az építetőktől. Sokakat picit megzavart talán az a rendelet, amely most már azt is megengedi, hogy 300 négyzetméternél nagyobb saját célra épített lakóingatlanokat is oly módon lehet megvalósítani, hogy nem kell a klasszikus módon és formában az engedélyeket benyújtani. Ha valaki egy picit jobban utána néz, akkor semmiféle lazítást és engedményt igazániból ez nem jelent, ez annyit jelent csak, hogy abban az elektronikus formában és feltöltéssel lehet megvalósítani továbbra is az épületeket,
amelyek biztosítják azt, hogy a helyépítési szabályzatnak megfelelően lehet egy épületet megvalósítani, sőt, egy picit tovább megy, mert az egész építés folyamán az építetőnek biztosítani kell egy olyan szakembernek a közreműködését, aki ezt az elektronikus feltöltést, az egész műveleti irányítást és vezetést elvégzi. Ez nyilván csak akkreditált szakember lehet, és egyébként az építés hatóságok ezt ellenőrzik is. Tehát nem építhet bárki bármit, hanem csak olyan épület épülhet, amit a helyépítési szabályzat egyébként megenged, és egy olyan szakember vezeti az építkezést, aki ezzel tisztában is van. Úgyhogy a főépítész asszony elkezdte ezeket az előkészületi munkákat. Mi azt kértük, hogy minden olyan határidőre és módosítási kényszerre időben hívja fel a figyelmünket, hogy az időből ne csúszunk ki. Talán van remény arra, hogy önkormányzatunk meg tudja ezt valósítani a megadott határidőig. Harmadik napirendi pontunkban a bizottság átbeszélte azt a felújítási fejlesztési programot, amelyet 2017-ben végre akarunk hajtani. Én néhány dolgot emelek csak ebből ki, azért is, mert sok tekintetben már munka folyik. Például a ravatalozó előtető ügyében a tervezés megkezdődött, sőt egy leendő kivitelezővel, akivel már korábban is tárgyaltunk, is megkezdődtek az egyeztetések, a tervező és a kivitelező, azért, hogy minél költséghatékonyabban tudjunk egy minél színvonalasabb és méltóság teljesebb építményt oda építeni. Hamarosan egy bizottsági ülésen a terveket be fogom mutatni, szombaton kapom meg én is, és remény van arra, hogy ez valóban július végére, augusztus elejére megvalósuljon. A keretösszeget én elmondtam, és ezért mindent megtesz a tervező, hogy ez sikerüljön is, úgy, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon. Pollák emlékszobában korábban alpolgármester úrral jártunk, itt is elkezdődtek a villanyszerelési munkák, az előkészületek, a burkolatra én fogom hozni a bizottsági ülésre a mintákra, a javaslatokat, a fa burkolatra. A faluháznál a homlokzatnak a felmérése megtörtént. Körülbelül 50 négyzetméternyi olyan anyagot kell vásárolni, amely légáteresztő vakolatként lesz felhordva az alsó részére, a lábazati részére, ahol problémák vannak, és belül a művelés szervező irodájának a külső és belső fala is ezzel az anyaggal lesz följavítva, sőt, az 50 négyzetméterből a ravatalozónak a hibáit is meg tudjuk oldani. Ott is van néhány négyzetméter vizesedés, és ezzel az anyaggal azt is meg tudjuk javítani. Az új ajánlatot készíti az asztalos. Ugye egy ablakkal még megtoldottuk, egy oldalsó homlokzati részen található ablakkal, hogy egységes képet tudjunk kialakítani. A festésre hasonló minőségben és módszerrel kértem árajánlatot, ezt még nem kaptam meg, mint amilyet a sportcsarnok öltözőjénél is használtak, hogy ez tartós legyen, és ahhoz természetesen színben illeszkedjen. Megvannak azok a előtanulmányok, amelyet a főépítész készített korábban már a színezésre vonatkozóan, tehát itt is előreléptünk. A faluházban bent már egy kiállító terem szinte teljesen megvalósult. Köszönöm. Egy barabás téglakő burkolatot kapott, olyat, amilyet használtunk a kint az udvaron is. Mezelésre került villanyszerelés, gyakorlatilag ez egy nagyon szép kiállító tér lehet. Tehát folyik a munka, úgyhogy minden egyes olyan esetben, amikor döntést kell hoznunk, akkor bizottsági ülést fogunk tartani, legelőbb a
az előtetővel kapcsolatban lesz majd ilyenre szükség. Hát egyetlen egy dolgot még azt hiszem, az fontos lenne, azt most mondanám el, mert a bizottságot érinti. Ugye nekünk egy külsős bizottsági tagunk de betegség miatt a munkát nem tudta folytatni, és így egy picit kevesebben vagyunk. Néha ez bizony elég gondos egyeztetés igényel, hogy meg tudjuk tartani az ülésünket. Tehát kerestünk folyamatosan olyan embert, aki el tudja vállalni, és hatékonyan tud közreműködni, és én úgy gondolom, hogy meg is találtuk. Benedetti Tibort javaslom a képviselőtestületnek erre a posztra. Természetesen vele egyeztettem, elfogadta. Miután a pozitív választ megkaptam tőle, képviselőtársaimat is most az ülés előtt néhányukat tudtam már tájékoztatni. Én javaslom, hogy a képviselőtestület ezt határozatban fogadja el, és hogyha ezt meg tudja tenni, akkor nyilván a következő nyilvános ülésen tud esküt is tenni. Szakember, építész, és hathatósan tudná támogatni a bizottság munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor gyakorlatilag egy döntést igénylő dolog van szó. Ugye Benedetti Tibor urat javasolta, mint külsős tagot a képviselő úr. Én azt szeretném kérni, hogy támogassuk a javaslatot. Aki tudja támogatni, azt kérem készfeltartásra szavazom. Köszönöm szépen, és a következő testületülésre akkor kérném jelző asszonyt, hogy hívjuk meg, hogy az eskütételre sor kerüljön. Ha megenged, Miklós, néhány dolgot szeretnék mondani. A ravatalozó tekintetében a határidők vállalásával egy kicsit óvatosan kell bánni, tekintettel arra, hogy még nem jött meg a református egyháztól azon okirat, amelyben lehetőség nyílik a bejegyzésre, ahogy megvan osztva a két ingatlan, és ezt követ tudjuk feltüntetni a meglévő ravatalozó épületét, és ezt követően tudunk hatósági engedélyek tekintetében tovább lépni, és azt is javasolom, hogy a főépítész azt mondja, is egyeztetni kellene. Tehát nyilvánvaló, hogy én is szeretném, minden marabb sor kerüljön, de gyakorlatilag a hatósági engedélyek birtokában tudunk megfelelőképpen, de én magam is azon vagyok, hogy minél hamarabb. Egyeztettem egyébként a lelkész úrral, a Budai András úr is beszéltünk, tehát várjuk azt a levelet, amely lehetőséget teremt arra, hogy ügyvédi ellenjegyzéssel gyakorlatilag ez a megalapodás megszülessék, és így a földhivatalhoz be tudjuk adni, és reményeink szerint soron kívüliséget kérve át tudjuk vezetetni a tulajdonjogot, és az épület feltüntetését pedig szintén ugye az építési hatóság támogatásával a tulajdonlapon fel tudjuk tüntetni. Jó, tehát ezt ebben nem... Annyit igen, Miklós parancsolj. Tudok hozzátenni. Egyházkerületi döntésre várunk, tehát nem helyi döntés ez már. Bízunk benne, hogy megkapjuk. Az előzetes egyeztetések alapján nem lesz ennek akadálya. Én egyébként magamnak azt fogalmaztam meg, hogy az idei évnek az őszéig, hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor én elégedett vagyok, és én úgy gondolom, hogy meg is tudjuk, és meg is kell ezt valósítani. Hát amennyiben rajtunk múlik, az így lesz, de azért van rajtunk kiváló, de meg fogunk tenni mindent úgy, ahogy, mint ahogy a másik ügy esetében is, amiről tárgyaltunk a test nap, ma elején mindent megteszünk, ugye, és hát a jegyzőasszonnyal voltunk bent 3 vagy 4 hete a földhivatalban, és sok olyan kérdést tisztáztunk, amely a településünk akut problémáit azt megfelelőképpen tudjuk kezelni. Egyetlen kérdést mondanék a Miklóshoz, mint a Miklós elmondott. Tehát ezt csak a lakosság irányba szeretnénk közölni, hogy én azt mondom, hogy majdnem, hogy szigorodott egyébként az építési feltételek, illetve annak a jog következménye. Tekintettel arra, hogy magának a tervező illeti felelősség és a kamarai tagságával játszik, hogyha nem a helyi építi szabályzatnak megfelelő épületet tervez, és ugye az e-napló, tehát az elektronikus napló vezetése eddig, ugye, illetve a napló vezetése egyáltalán nem volt kötelező
a magáningatlanoknál. Ezt azt kell tudni az elektronikus naplóról, hogy az ugye mindig föl kell tölteni, mindig adott nap megfelelő, hogy mit végeztek, hogy falasztak, vakoltak, ácsoltak, tetőt vettek. Ezt látja az építési hatóság ellenőrzési osztálya, és adott esetben a másik asztalon ott van az építési engedély, és ezt egyeztetve azonnal tudja kontrollálni, hogy akkor megfelelően működik-e a rendszer. Ezt azért tudom elmondani, mert a konyha beruházásunknál találkoztunk ilyen, amikor a hőmérőt mérték, és megnézték, hogy éppen mit csinálunk az udvaron. Tehát eléggé szigorú rendszernek is fölfogható ez, tehát, illetve hát nagy felelősséggel járó dologról van szó. És a Miklós említette, hogy a mi főépítészünk, ugye, aki korábban négy településnek volt a főépítész, ugye ezt a szerzést felmondta, és alapvetően nálunk végzi továbbra a munkáját. Azt tudni kell, ugye, hogy 3200 település közül nem sokan mondhatják el, hogy van főépítészük, tekintettel arra, hogy ilyen jogosítvány rendelkező főépítész 220 van az országban. Tehát amikor ilyen szigorú feladat vár az önkormányzatokra, hogy december 31-ig gyakorlatilag egy társadalmi vitán keresztül folyt harcati kézikönyvben rendelkezzen. Így van, ez elég nagy kihívás, amire viszont június végig az adatszolgáltatást, azt pedig eszközölni kell. Ezzel együtt ugye nem pusztán csak építési hatósági kérdésről van szó, hanem ehhez kapcsolódóan számos jegyzői hatáskörbe tartozó rendelet módosításáról. Itt beszéltünk akár a reklámrendeletről, hogy azt a törvényt is vissza kellett fognunk. Tehát nem kívánom ezt ragozni, tehát sok a munka is. Látjuk, hogy operatív döntést kell hozni. Azt kérnék mindenkitől, hogy ajánlat bekérőknél, illetve elkötelezettséggel járó megrendeléseknél egyeztessünk, hogy a sorrendiség a pénzügy irányába rendben legyen. Miklós, azt szeretném kérni tőletek. Jó, hogy ebben egyeztessünk. Jó, nekem nincs más. Köszönöm szépen. Ebben neked nem volt István, nektek volt. Március 23-án tartottuk a harmadik kulturális bizottsági ülésünket, ahol is egyetlen naprendi pontunk volt az EPER Fesztivál. Sok képviselőtársam is itt volt, átküldtük az anyagot is, amit mondom, átolvastatok. A lényeg, hogy itt volt Fitos László úr is, a vállalkozó, aki a rendező részéről volt itt. Ő kezdeményezte, hogy minél hamarabb nyílbe kellene ütni az EPER Fesztiválval a kötelező szerződést. Ez Sajtos Sándor polgármester mondta, hogy április közepére lenne jó, de aztán úgy döntött a képviselőtestület, és ezt egy határozatba be is foglaltuk, hogy ha tudnánk ma dönteni, akkor ez a határozati javaslat az lenne, hogy a testületnek az EPER Fesztivál kapcsolatos szerződés megkötésre ajánlja a testület. Átbeszéltük a sátrakat, a fellépőket, nem is húznám sokáig az időt, evel mindenki láthatta, hogy eléggé színvonalas fesztivál lesz, ennél fogva szerintem több ember is fog itt lenni, elég, ha csak a 3-20 ember, Deák Gyulát említjük, vagy a Beatrice-t, úgyhogy meg a Cosmix-ot vasárnap este. Elmondták Barbaráik, meg itt volt Borna, és a Sándor is, hogy 5.600.000 forint környékén van az a túlkalkulált számítással a műsor költsége. Hát nem tudom, azóta polgármesterus tárgyalásokat folytatunk egy-két szponzorral, arról én nem tudok, hogy az most hogy áll, de minden esetre a bizottság egyhangulag javasolja, hogy a végleges szerződést ma kössük meg, annál is inkább, mert Fitos László a rendezők részéről ezt kérte, hogy akkor jobban, hamarabb el tudnák kezdeni a munkálatokat. Még volt egy határozati javaslatunk, amiben döntöttünk az EPER Fesztivál embléma tervezetéről, mint Almási Csaba tervezett, nem tudom, azt meg tudjuk kimutatni esetlegesen, hogy melyiket választottuk, de ha nem, akkor az elsőt, a négy tervezet között, több közösségi társadalom is hitott egyet, teljes egyetértésben az elsőt választottuk. Az egy ilyen fiatalosabb, lendületesebb, én a fiatalokat kérdeztem, hogy nekik is azt tetszik inkább, volt egy konzervatívabb is, én afelé is hajlottam volna,
úgy néz ki, hogy a sátrak rendben lesznek, ami a Tűzománc biennálét illeti. Úgyhogy nagyjából ennyit, de nem tudnám a részletekre, nem tudom, polgármester úr, hogyha akar még valamit mondani, vagy esetlegesen a tárgyalásokról. Ez volt a másik, ez volt az elfogadott, amit, vagy elfogadásra ajánl a kutatóbizottság. De több képviselő társam is itt volt, és egyetértettük. Nem tudom, hogy most szavazzunk, vagy térjünk vissza rá később. Hát szerintem tekintet arra, hogy... Szavazásra itt. Igen, sokan ott voltunk ez a testület, ez a bizottság ülésen, és el kell mondani, hogy a döntés előkészítésében, ha szabadabban nem is, de a döntés előkészítésben a több külsős tag is részt vett, és nyilvánvalóan a szavazásra jogosultak véleményét tolmácsolta, de figyelembe vettük egyébként még a családon belül konfliktusok kialakulása esetén is a javaslatokat, azóta is tart. Tehát ezt megvitattuk, és gyakorlatilag ezt a formát választotta. Ez nyilvánvalóan, hogyha ez egy A4-es tekintünk, akkor az A4-es valamik sarkában elhelyezkedő vagy volt, de ugye lesz egy fajta alapháttér formáció, ahol a település képe jelenik meg egy kicsit, ugyanúgy, mint ahogy a arculati rendszerünkben a különböző levélpapírunkon megjelenik, tehát hasonló formában. Ennek megfelelően két határozati javaslatot szeretnék előterjeszteni. Egyébként 11 anyagot küldtünk ki most az anyag kapcsolatában, és az egyik határozati javaslat az pedig úgy szól, hogy Tajtok a Község Önkormányzatának képviselő testülete Almási Fia és BT ajánlatában az egyes sorszámon jelölt Eper Fesztivál emblémát választja a kultúrbizottság javaslatával megegyezően. Tudunk dönteni. Aki támogatni tudja, az kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen. A másik javaslat, amit szintén István előterjesztett, amely nem más, mint Tajtok a Község Önkormányzatának képviselő testülete kultúrás bizottság javaslatával megegyezően az Eper Fesztivál lebonyolítására együttműködési megállapodást köt az Alatófi Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társasággal. Itt megvan a székhelyi adószám, és a képviselő testület felhatalmaz a polgármestert határozat végrehajtása és a szerződés aláírására. Ez volt a bizottság javaslata. Tudunk dönteni, aki tudja támogatni, ezt kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, egy hangulat. Lévő kérdés, amit István nyitott hagyott, ugye van némi, ha nem is rés a pajzson, de némi forrás hiány. Azt el kell mondani, hogy jól állunk, több helyi vállalkozó is támogatott minket, illetve hétfőn zárul le teljes mértékben az a kör, hogy tudtuk-e ezeket a feltételeket abszolválni, de eddigi tárgyalás során rendben vagyunk. Nyilvánvalóan, amikor a pénzügyre beérkeznek ezek a támogatások, akkor ezt majd a képviselőtársaim számára át fogom küldeni, hogy mindenki lássa, hogy ki milyen összeggel támogatta azt a rendezvényt, de megítésem szerint az eddigi tudásunknak megfelelően rendben leszünk. Ma is volt, tegnap is volt, több tárgyalás volt, és volt, aki túlépett a általunk felkínálta, és mondta, hogy komolyabban szeretne részt venni, csak a megjelenés a formában ő szeretne választ adni. De rendben leszünk, úgyhogy ezt szeretném mondani. Jó. István, van-e még nektek? Jó, nagyjából ennyi volt. Az egyebekben még szóba került a világosítás, de most átadnám alelnök asszonynak a szót, hogy két szót mondjon erről, mert megemlítés, méltó. Jó, köszönöm szépen. Bövi, légy szíves. Szolgált, hogy a faluért végzett virágosítás szépítési munkánkat most már a szakma is elismeri, tehát nem csak a települési lakóinak örömére szolgál. A virágosításért mozgalomban, mint pályáztunk, a településünk külön díjat kapott. Ez annyit jelentett a díjban, hogy 500 tő árvácskát kapott a település, aminek a kiültetését már el is végeztük, faládákba, közterekre, kiültetésre került, úgyhogy nagy örömünkre szolgált, hogy ez a munkánk ilyen jellegű díjazásban is részesült.
köszönöm, ennyit szerettem. Én is köszönöm szépen, és hát akkor ezt csatlakozva én szeretném megköszönni két kollégámnak, aki a pályázatanyagot elkészítette, Kollár Katalinnak és Ferenci Barbarának, ugye a pályázatanyagot ők készítették el, és ugye a delegációt pedig jó magam kísértem végig, de mire visszaértünk, addig a pályázatanyag az teljes mértékben elkészült. Tehát szeretném megköszönni a munkájukat, és hát köszönöm a bizottságnak a tájékoztatóját. Tisztelt kérdezem, hogy van-e még? Köszönöm ez István. Szépen, ennyi részem. Jó. Tamás, lezárult. De fel fogjuk tenni, nyilvánvalóan csak nem mint bizottság elnöki, hanem mint a tanácsnoki szerepkörben. Erzsi, parancsolj. Március 22-én volt bizottsági ülés, rendben lezajlott, ami most aktuális a rotavírusnak a oltóanyag szerződésének a meghosszabbítása, amiben majd szeretném a jegyzőasszonynak a közreműködését. Jó, tehát átnézni, árba nem változott, ugyanazokkal a feltételekkel, tehát ez vált most sürgősé, hogy folyamatos legyen az oltóanyag felhasználása. Köszönöm, ennyi. De a szociális keretbe belefér, az egész biztos. Ezt tervezem. Mikorra kell döntést hoznunk? Átküldték a e-mailbe, tehát holnap reggelre már e-mailbe itt lesz, de ugyanaz a szerződés. Tehát abba kell megegyezni, hogy a képviselő mikor jöjjön, és mikor legyen az átnézése, vagy... Tervezze van a készségvetésbe. Benne van. Jó, rendben. Tehát most igen. Döntés nem igényel. Jó, rendben. Jó, köszönöm döntés szépen. Döntés nem igényel. Köszönöm szépen.